Különböző területeket érintve színes és fejlesztő jellegű foglalkozásokkal várják a hét folyamán a cseperedő táborba érkező gyerekeket. A gyógypedagógusok népmesékkel, népdalokkal készülnek, de lesz logoritmus, amely az érintett korosztály kommunikációját támogatja, ugyanis elsősorban azokat a gyerekeket várták a táborba, akik szeptembertől már az általános iskolás éveiket kezdik meg. Egy olyan helyzetbe kerülnek, amikor számukra ismeretlen környezetben, ismeretlen emberekkel, felnőttekkel és gyermektársaikkal vehetnek részt ezen az egy héten, és olyan kommunikációs, olyan társas helyzetekbe kerülnek, ami majd az iskola kezdéskor is vár rájuk, és ebben próbálunk nekik segíteni, hogy egy egyszerű üdvözlés, egy egyszerű köszöntés vagy kérdésföltétel hogyan is zajlik. Szia, Palkó, hogy vagy? Jól. És a somszédot mindjárt megkérdezem. Június 19. és augusztus 25-e között 7 tematikus tábor és 2 alkotótelep tagjai töltik meg élettel az Erzsébet házat. Van köztük olyan, ami a legkisebbeknek szól, másik a tehetséggondozásra szolgál, de sérült fiataloknak, illetve felnőtteknek szóló programmal meghirdetett hét is lesz. A mostani eseményen részt vett Farkas László alapítóelnök és Varga Márta kuratóriumi tag is, aki a cseperedő fontosságáról is beszámolt. Minden gyermek életében nagyon fontos dolog az iskolaválasztás és az iskolás évek megkezdése. Nyilván emiatt sok kisgyermekben, felnőttben lehetnek feszültségek, izgulhatnak emiatt a nagy váltás miatt, és a mostani táborunk egy olyan lehetőséget biztosít a gyerekek, és egy kicsit talán a szülők számára is, bár ők nincsenek itt most jelen, hogy felszabadultabban, nyugodtabban, picit megerősödve mentálisan és képességeiket tekintve kezdhessenek majd hozzá a szeptemberi új élethez. Ebben nagyszerű gyógypedagógusok és pedagógus kollégák közreműködnek. A keddi foglalkozást színesítette a szakszolgálat egyik munkatársának, Dóci Margitnak és férjének, Benák Árpádnak, Merlin névre keresztelt terápiás kutyája. A gyerekek enni-inni adtak neki játékos formában, és természetesen a simogatás sem maradhatott el. Mit csinál a kis kezem? Simogat kedvesen. Mit csinál a kis kezem? Csiklandoz viccesen. Mit csinál a kis kezem? Csipked hegyesen. Mit csinál a kis kezem? Te is tudod, mondd velem. A következő héten, július 3-a és 7-e között a 23. Makó és térsége ifjúsági művésztelepnek ad otthont az Erzsébet ház, az alkotótábort Olán Nóra vezeti majd.